iskola 10. kerületben a Gyakorló utcában található az Örsvezértértől mindössze 10 percnyi sétára. 1987-ben nyitotta meg kapuit, kezdetben 6 osztállyal. A Keleti Károly nevet 2008-ban vette fel az iskola. Előtte Gyakorló utcai közgazdasági szakközépiskola néven futott. Akkor siessünk is be az iskolába. Fel a lépcsőn. A folyosón végigmenve a nagy tanáriba érkezünk, az értekezletek helyszínére. A fali újságon lévő fényképen tekintsük meg a tanári kart. Tovább menve a titkárságra érkezünk, itt végzik az iskola ügyes-bajos dolgait. Ezen áthaladva az igazgatónő irodájába találjuk magunkat, ahol Vasné Botár Ágnes fogad bennünket. Segítői, az igazgató helyettesek, akik különböző kérdésekre adnak választ. Az iskola tanulóinak száma a 2013-2014-es tanévtől 670 fő. A diákok tanulmányi idejük alatt szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésben vesznek részt. Ezen kívül érettségi után OK-i és képzést folytathatnak. Intézményünk jellegéből adódóan nagy figyelmet fordít a pénzügyi kultúra fejlesztésére és a korszerű ismeretek átadására. Az agysejtek karbantartásához szükségünk van a megfelelő energiabevitelre, melynek egyik lehetséges helyszíne az ebédlő, a másik pedig a büfé, ahol a számunkra kedvelt nassolnivalókat találhatjuk. Hat ehhez hasonló gépteremben tanulhatunk informatikát, gépírást, és felkészülhetünk az ECDL vizsgára. Szellemünk karbantartása érdekében a legújabb programokat tanuljuk. Az órák többsége vidám hangulatban telik, köszönhető a jó osztályközösségeknek. Egyik fontos tantárgyunk a matematika, ami a közgazdasági tantárgyak többségéhez elengedhetetlen. A nyelvtanulás is lényeges, ezért nyelvi előkészítő osztályok is indulnak a sikeres nyelvvizsga érdekében. Perlusz Éva tanárnő a könyvtárban sokat segít nekünk a megfelelő tankönyvek és az olvasmányok megtalálásában. Portársaink tudta nélkül senki nem járhat ki az iskolából, amit a beléptető rendszer is segít. Az előadói szárnyon található a biológia, kémia és földrajz terem. A folyosók falát elődeink tablói díszítik. Csoportos vagy egyéni suli boxokban tarthatjuk cuccainkat. Folyosókon mindig nyüzsi van, hiszen majdnem minden óra más teremben zajlik. Ebben a nagy épületben minden diák kényelmesen elfér, időben eljut az órájára, és közben még beszélgetni is van idő. A
folyosók korlátjainak támaszkodó, beszélgető vagy éppen wifiző fiatalok szerves részei a szüneteknek. Persze az aulában kényelmesebb eltölteni a szüneteket. De sajnos becsöngettek, úgyhogy induljunk órára. A díszudvaron zajlik a testnevelés órák egy része. A focipálya kedvelt hely a futballozni vágyó fiataloknak. De természetesen a díszudvar rendeltetésének megfelelően a tanévnyitó, a ballagás, a keletis napok és a tanévzárók helyszíne. Az aulában található iskolánk zászlója és az iskolát jelképező logó. A hetedik óra után mehetünk haza. Sziasztok! Sziasztok!